Legjobbat kell csinálni, és drágán kell adni. Arra is van egy réteg, aki megveszi. A másik réteg is azt veszi, csak nem vesz belőle annyit. A saját sztoriaim, a saját írásom sokkal nagyobb elérést hoz, mint valaha a social és amit csinált. Ma eladni social media nélkül nem tudsz. Szerintem minden szegmensben meg lehet találni azt a réteget, aki erre nyitott vagy elkötelezett lesz, úgyhogy hajrá! Sziasztok! Ez a Design Terminál vállalkozókat támogató sorozata, ahol segítünk megtenni az első lépéseket. Tartsatok velem, ahogy körbejárom a vállalkozás alapítás kapcsán felmerülő legfontosabb kérdéseket, olyanokkal, akik már létrehozták a saját, sikeres cégüket. Saci vagyok, és én is ebben a cipőben járok. Édesanyám régóta foglalkozik szappankészítéssel, Hopiból. Elterveztük, hogy segítek neki, és együtt egy sikeres vállalkozást építünk. A mai epizódban a marketingről lesz szó. Szeretném már most az elején leszögezni. A marketing nem egyenlő a Facebook poszttal, fizetett hirdetéssel, reklámvideóval vagy egy szép logóval. Ezek mind csak eszközök. Dióhéjban a marketing feladata az, hogy megértsük a piacot, ahova szálljuk a termékünket vagy szolgáltatásunkat, és üzleti célok mentén tudatosan kommunikáljuk a cégünket úgy, hogy az vásárlást ösztönözzön. Ehhez szükségünk lesz egy jó marketing mixre, amit a 4P módszertanát végig gondolva tudunk meghatározni. A 4P első P-je a product, azaz a termék. A nagyapám foglalkozott sonkával délvidéken, aki volt egy kis falu, Pecellónak hívják, és én ott tanultam nála, meg láttam, néztem, és valahogy ez mindig is vonzott ez a téma, és itt elkezdtem. Táplálkozástudományi szakember vagyok, így a diplomámnál fogva, hogyha így nézzük, viszont az elmúlt időszakban inkább az életmód coach kifejezést használom. Egyre jobban, ahogy tágult az én perspektívám is, rájöttem, hogy ugye muszáj a testlélek szellemegységét vennünk, és mindenre együtt dolgoznunk. A sikerességem az arra épült föl, hogy nagyon őszintén kommunikáltam mindig, és a nagyon sok egyéb tanácsadóval szemben nálam sose volt hierarchikus érzése a kliensnek, hogy én vagyok a megmondó, ő pedig az, aki ezt így befogadja. Én egy kvízmester vagyok, körülbelül 15 évvel ezelőtt elkezdtem kocsmakvízeket csinálni. Alapvetően minden hétfő este megy ez a bajnokságunk szeptember végétől május végéig, ahol van 4 különböző országban, 40-valahány helyszínen, meg online lehet velünk játszani. Ez a fő irányvonal, és ezek mellett pedig természetesen az egyedi céges kitelepülések, bármilyen csapatépítő rendezvényre, bármilyen eseményre szívesen csinálunk kérdéssorokat. Megkérdettem, Szentendrén kerestem egy helyet, néztük, hogy hol lehetne ezt megvalósítani. Ott bementem azért, és azt mondta, hogy hát figyelj, próbálj ki, ez biztos nem fog működni. Ez volt az első. Ott mondta, jó, oké, ennyit bele tudunk tenni, hogy kaptok gyereményeket a nyertes csapatnak, nézzük meg, és akkor én 16 embert sikerült körülbelül összeszednem az első forduló, és mondtam, hogy jó, de ez heti rendszerességgel tud működni, és mondja, jó, akkor legyen a második is. És a második héten pedig mindenki becsatlakozott, aki éppen ott volt a helyszínen. És akkor az már gyakorlatilag teltházas esemény volt. A következő hétre meg már lefoglalták előre az asztalokat, hogy akkor ők jönnek és ebben részt akarnak venni. Nem akarom elvenni a kreditet a kisöcsémtől, akinek köszönhető, hogy a Composity ötlete és utána maga a cég megszületett. Én formatervezőnek készültem, és az egyetemi egyik első feladat volt valamilyen fenntarthatósági projektre hozni választ, illetve egy ilyet megalkotni. Az egyik hétvégén elmentem a családhoz, ahol az öcsém nagy lelkesen vitte volna ki a klasszikus hétvégi húsleves előkészítésből megmaradt zöldségmaradékokat, és egyszerűen csak rászóltak a nevelőszüleim, hogy ezt ne vigye ki, megint berohadt, nem tudják, hogy mit kell kezdeni vele. És ezen kezdtem el gondolkozni, hogy én formatervezőként valahogy a vizuális kommunikáció eszközeivel be tudok-e ebbe lépni. A második P a price, azaz az ár. Itt olyan dolgokat kell megvizsgálni, mint a versenytársak árazása, a célcsoportunk árérzékenysége, és hogy mennyiért adjuk el a termékünket. Én mindjárt nagyba gondolkodtam, hogy azért ezt, ha már elkezdem, akkor legjobbat csinálom, és drágán fogom adni. Mert másképp nem megy. Tehát nem lehet abban maradni, hogy nem tudom, odaállsz a többi akárhány gyártó közé, és akkor 20 forintokért veszekszetek. Tulajdonképpen mindig ezen múlik a háború a konkurenciával. Nem, én mindjárt azt mondtam, hogy a legjobbat kell csinálni, és drágán kell adni, mert arra is van egy réteg, aki megveszi, és aztán kiderült, hogy a másik réteg is azt veszi, csak nem vesz belőle annyit, és ez nagyon jó. Tehát szerintem ez a gondolkodás az igazi, hogy nem azon kell gondolkodni, hogy beálljál, hogy sokat csinálj belőle, és nem tudom, egy
középszintű valamit, nem. A nyári játékokra az a lényeg, hogy minél többen jöjjenek el, és oda nagyon-nagyon kicsi a beugró, tehát 9,90 per csapat, ez 200 forint per csapat, vagy még annyi se, hogyha 8-an jöttek el benne. A hétfőikre 3000 forint, ami szintén egy viszonylag alacsony összeg, hogyha 6 fős csapatokról beszélsz, akkor az 500 forint per fő. És ott is fizetnek a helyszínek is. Ezeket a nyáriakat elsősorban marketing szempontból csinálom, de hogy ennek soha nem volt az a része, hogy ebből így nyáron tudjak élni. Ilyenkor gyártok olyan anyagokat, amiket utána céges csapatépítőkre el tudok vinni olyanoknak is, akik egyébként minden hétfőn ott vannak a bajnokságban, és minden kérdésemre tudják a választ. Tudtam azt, hogy olyan bútorokat kell gyártani, amire nincsen versenypiac. Mert akkor úgy árazol, ahogy te akarsz. És ahhoz rendeltem hozzá a belső vitézeket, meg lakberendezőket, akik képesek ilyet tervezni, akiknek van olyan ügyfélgárdája, akiknek ezeket a bútorokat el lehet adni. Szóval ez is megint az, hogy mi a cél, és onnan fejtettem vissza. Nem a lakberendezőt kerestem meg először, és akkor próbálnám meg ezt a felső kategóriás bútort eladni, hanem azokat kerestem meg, akik tudom, hogy ilyeneket el tudnak adni. A harmadik P a place, azaz az értékesítés helye. Avagy a csatorna, amin keresztül árulunk. Itt azt kell fontolóra vennünk, hogy hol fogjuk értékesíteni a termékünket, hol és milyen módon vásárolnak a vevőink, és hogyan fogjuk elérni a vevőinket. Akkor először voltunk a szalon kiállításon, hárman dolgoztunk a műhelybe. Jó, úgy adtuk el, mint 20-an lennénk, de az még marhára nem termeltek ki az a három ember, hogy 3 millió forintot kifizess egy ilyen kiállításra. De tudtam, hogy kell a brandépítés miatt, a márkaépítés miatt kellett, ez pont. Egy negyedik generációs manufaktúra, amit még a dédnagyszüleim kezdtek el a szocializmus idejében, ahol nem volt igazából megengedett, hogy fűszerpaprikát az államon kívül bárki más termeljen, úgyhogy ott a dédnagymamám már egy kisebb konyhakertben fűszerpaprikát termelt, amivel az éleple alatt kereskedett. A negyedik generáció óta volt, működött, meg már volt ugye ez a fűszerpaprika, csak senki nem ismerte, és ugye nem is volt elérhető így mások számára. A szüleim, ők főleg kiskereskedelmi csatornákon értékesítettek, ezek klasszik termelői vonal, ami fajsz és 40 kilométeres körzete, tehát itt abszolút nem volt egy ilyen kereskedelmi véna, vagy bármi, úgyhogy egyébként ez is kihívást jelentett. Lassan, de végig kellett járni az utat, hogy például egy multiba is bekerülhessünk, kis fokozatosan lett felépítve, de abszolút én vagyok, aki ugye a termelésben kevésbé vesz részt, de kiállításoktól a rendezvényekig, a külföldi kiállítások, én kis expók megjelenések ott mindenhol. Engem lehet látni és velem lehet találkozni. Mivel egy vállalkozó szerettem volna lenni mindig, eldöntöttem, hogy én alapítok egy olyan céget, aki a kicsi pincészeteket hozza a helyzetbe a budapesti Pest megyei gasztronómiában. Nálunk nem a klasszikus marketingen van a hangsúly, tehát óriás plakátunk nincs, tévéreklámunk nincs. Ami hatékony és ami működik, az a direkt értékesítés, tehát olyan kollégáink vannak, akik felkeresik a különböző vendéglátóhelyeket, ABC-ket. A negyedik, utolsó P pedig a promóció, azaz maga a reklám. Itt azt kell végig gondolnunk, hogy hogyan fogjuk felkelteni a vásárlóink érdeklődését, mikor és milyen csatornákon érdemes reklámozni, és milyen főbb üzeneteket szeretnénk közölni a termékünkről. Ahogy elindultunk, és például ugye kész lett az üzemünk, és kijött az első termék, és meg volt az első viszonteladónk, ugye másnap lezárták az országot a Covid miatt. Itt a termék, de vagy akkor ezt így el kellene adni. De vagy ki fogja ezt megvenni, úgyhogy most minden volt bezárt, nem voltunk akkor még bent egy láncban sem, stb. És ugye nálunk is így pattant ki például a webshop ötlete. Tehát én azt gondolom, hogyha már így megjelensz a social felületeken, ugye most már egyre népszerűbb a TikTok is, tehát nem csak az Instagram, meg a Facebook, akkor ott már azért így hallanak rólad az emberek, meg követik. Például én nem gondoltam, hogy a paprika feldolgozás érdekli az embereket, vagy ahhoz képest, hogy megfőznek egy terméket, azon kívül egy más is érdekelni őket. És igazából volt arra igény, hogy workshopokat hozzunk létre, vagy szervezzek, amik így többnyire teltházasak, és érdekel mindenkit így a paprikaföld, a feldolgozás, minden, úgyhogy igazából szerintem minden szegmensben meg lehet találni azt a réteget, aki erre nyitott, vagy elkötelezett lesz, úgyhogy hajrá. Nagyon fontos, hogy nagyon sokáig volt szósedesem. Az első másfél év az végig szósedesnél volt, aztán amikor ugye ez a tejtettség megjelent, akkor én fölmondtam neki, és onnantól átvettem én, mert közben azt láttam meg, hogy a saját
sztoriaim, a saját írásom sokkal nagyobb elérést hoz, mint valaha a szóseles, amit csinált. Mert egyszerűen benne voltam ugye én, és nem az volt, hogy egy kiadott szöveg. De rengeteg munkát kell belerakni. Fel kellett ismerni évekkel ezelőtt, hogy videókat kell gyártani, mi az a jövő. Ma eladni social media nélkül nem tudsz. Azt is fel kell ismerni, hogy több szintéren kell ezt megfuttatni. Nem elég, hogyha fölteszed Facebookra, vagy Instára, vagy TikTokra, vagy mi a bánat van még. Ha már megdolgoztál azzal a videóval, akkor azt minél több helyen meg kell tudni szellőztetni ahhoz, hogy minél ismertebb legyél. Nekem van egy 600 fős listám Magyarországon belső építészekre, lakberendezők, akivel mindenkivel személyesen beszéltem. Én az elején nagyon gerilla marketinget műveltem. Bejöltem Facebookon, írtam neki, nézd meg, ezt tudom, toltam, nem hagytam. Nyilván jó termék kell, hogy legyen. A marketing mind nem ér semmit, hogyha maga a terméket nem jó. Minden marketing anyagot kizárólag a vásárlóink szemszögéből, az értékesítés növelésének szempontjából kell létrehozni, és a megfelelő csatornákon keresztül kommunikálni. Pontosan árazd be a termékeidet a vevők fizetési hajlandóságára szabva, és válaszd ki jól, hogy hogyan és hol fogod értékesíteni a portékádat. Ne felejtsd el tesztelni, hogy mi működik és mi nem, hiszen a világ összes pénzét el lehet költeni promócióra. És ami még nagyon fontos, egy meglévő vevőt sokkal könnyebben lehet új vásárlásra bírni, mint egy új vevőt, aki nem ismeri a cégünket. Köszi, hogy velünk tartottál, ne felejtsd el megnézni a videó leírásában a segédanyagokat, valamint a többi vállalkozással kapcsolatos videónkat is. További izgalmas tartalmakért iratkozzatok fel a Design Terminál YouTube csatornájára, és kövessetek be minket a közösségi média felületeken is.